megtanulta az első évben a héber igéket, mint egy ilyen papagáj módszerrel, így ismételgette mindig magába, és közben ugye a csecsemő, az ott ordít. Közgazdászból lett lelki pásztor Esztergáli Eliud, a csömöri reformátusok vezetője. Szolgálata alatt az alig 30 fős közösség megtízszereződött, saját templomot is építhettek, de nem ez az egyetlen látványos csoda a csömöri reformátusok életében. A gyülekezet egyik presbitere pedig hamarosan azt is elmeséli, hogyan mentette meg Isten, amikor abból a magasságból a földre zuhant. Ismerjék meg a csömöri reformátusokat! Esztergáli Eliud közgazdászként dolgozott családja vállalkozásaiban, mikor úgy érezte, Isten más utat szánt neki. Mindig ott volt belül bennem egy ilyen belső érzés, hogy Isten nekem mást rendelt. De mindig elhesegettem valamilyen oknál fogva. Annyira nem tetszett a lelkészi pálya, nem így képzeltem el magamat, de 27 éves voltam, amikor egy olyan, annyira erős lett ez a belső érzés, hogy elmentem egy lelkész barátomhoz, és megkérdeztem tőle, hogy hát milyen lelkésznek lenni. És hát valószínűleg nem jó pillanatban csíptem őt el, mert lebeszélt róla. Azt mondta, hogy előtt ne legyél lelkész, mert rengeteg gondot jelent, stresszt, és az ember kiég nagyon gyorsan. De észrevettem a nappalinak a falán egy református naptárt, és egyetlen egy igén megragadta a szemem, ami azon a naptáron volt. És ez az ige úgy szólt, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Úgy éreztem, mintha Isten megragadna, és azt mondaná, hogy nem eresztelek. Most már nem lehet hezitálni neked, ez az utad. De ilyenkor mérlegel az ember, főleg családos emberként, vagy amikor megkapja az elhívást, akkor eldob mindent és megy. Amíg nemet mondtam az Úr hívására, ennek a belső érzésnek, addig mérlegeltem, de ott abban a pillanatban már nem. A főgondnokunkkal havonta, két havonta eljövünk ide, itt töltünk egy 3 órát, átbeszéljük a gyülekezet dolgait, a család dolgait, az egyház dolgait, világ megváltó dolgokról beszélgetünk. Szegény nem tud itt lenni, de hát majd mesélek neki, hogy milyen élmény a Széchenyibe úgy jönni, hogy közben kamerák szegeződnek az emberre. A csömöri reformátusok korábban alig 30-an voltak. Mostanra azonban önálló anyaegyházközséggé váltak, és csaknem 300-an tartoznak a gyülekezethez. Úgy szoktuk mondani, hogy a Kárpát-medence minden szegletéről van csömörön református. Azt minek a számlájára írja, hogy a népszámlálási adatok szerint a reformátusok száma nagyobb arányban növekedett, mint ezt az újonnan betelepülők száma indokolná. Van gondolatom, hogy miért, de ez nem tudományos, ez nem szakmai. Mi ez a gondolat? Hát talán az, hogy a mi gyülekezetünk 14 év óta egy nagyon határozott célt tűzött ki maga elé. Tehát az, hogy templomot építsünk, hogy anyaegyházközségé váljunk, önfenntartók legyünk, és ezek a célok egy olyan kohéziót hoztak létre a lelkiség mellett, ami feltűnt a településen élőknek. És most már jó reformátusnak lenni Csömörön, és ez vonzóvá teszi azoknak az istenkeresőknek, reformátusoknak is a gyülekezetünket, akik esetleg addig Pestre jártak be, egy másik gyülekezetbe, vagy mondjuk nem is jártak Isten tiszteletre. A fiatalokat pedig egy igazi kuriózum is várja nyaranta. Színjátszó táborunkat 3. éve szerveztük meg idén. Nekem az édesanyám az Operett Színháznak volt a primadonnája. Tehát a véremben van a színháznak a szeretete. És a kislányom volt az, aki azt mondta, hogy apa, szervez már egy olyan tábort, ahova elhívhatjuk XYZ színművészeket. És akkor hát mit tesz egy apa a kislányáért mindent? Oda mentünk a Vígszínházhoz, a előadás után a kijáratnál megvártuk a színművészeket, bemutatkoztam nekik, kicsit beszélgettünk, és akkor már elmondtam nekik, hogy van egy ilyen tervem. Ez egy hitmélyítő tábor, és az igét mélyítik el a színjátszásnak az eszközeivel. A művészetek kedvelői igazán nem panaszkodhatnak a csömöri gyülekezetben. Simon Izabella és Várjon Dénes zongora művészek gyönyörű játéka az utcára is kihallatszik, amikor itt a csömöri református templomban próbálnak. Benézzünk most hozzájuk. A lélek a legfontosabb része a zenélésnek. Úgyhogy az, hogy mi itt a templomban időnként gyakorolhatunk, ez egy hatalmas öröm számunkra, mert én úgy érzem, hogy azt a fajta lelkiséget, amit ez a tér ad nekünk, ez a szakrális tér, ezt a lelkiséget tovább tudjuk menteni a koncerttermekbe.
Más lenne az előadó művészetük a hitük nélkül? Mindenképpen, nem is tudom elképzelni. Amikor az ember a koncertteremben, a koncertpódiumon van, és szoktuk mondani, hogy minden csillagzat úgy áll, ahogyan annak kell, mert azért ez nem mindig történik meg, akkor én mindig azt érzem, hogy egy felső csatorna kinyílik, és valami egészen különleges dolog történik akkor ott az emberrel. A zene is a legmélyebb érzéseinkről szól. Tehát tulajdonképpen valahol ezt a szavak nélküli kifejezés, az egy egészen különleges dolog. Tehát egy kicsit el is lehet bújni a hangok mögé, de ugyanakkor soha nem annyira őszinte és lelkileg mesztelen, hogy így mondjam, az ember, mint mikor játszik egy koncerten. És talán itt is van egy ilyen kapcsolat, hogy ezek a legbelsőbb dolgok, ahogy a hit is az, szerintem. És hogy a hit megélésének megvan a szertartása, ugye színpadra lépésnek is? Nem annyira szertartás, hanem rituálék vannak mindenki, ezek teljesen akár viccesek. És mik ezek? Hát én egyet elárulhatok, nekem például van egy kabalám, ez a lincsi lányunk, aki egyébként koraszülött volt, és nagyon picuri volt, mikor megszületett, 2 kilósan vittük haza, és az első zoknia, az itt van a zakon belső zsebében, anélkül nem játszom. A gyűrű is egy ilyen szimbólum. Nem tudok úgy színpadra lépni, hogy előtte ne imádkozzak. Mindig szoktam imádkozni előtte. A Magvető háza, vagyis a református templom alig 5 éve épült meg. Különleges mennyezetén Simon András grafikálja a Szent Háromságot, a Kárpát-medence különböző templomaiban készült festett kazetták digitális fotói pedig az összetartozást jelképezik. A reformátusságban van egy folytonosság. Nem ilyen kizárvány gyülekezetekről van szó, hanem a református egyház az egy egyház, és az az egész Kárpát-medence, sőt azon túl is magába foglal közösségeket, és összetartozunk. És az, hogy itt most 9 kárpát-medencei régió be van mutatva a kazettákon keresztül, ez ezt is kifejezi. A kazetták fölött futó csövek felszerelése azonban kis híján tragédiába torkollott. A munkatársammal együtt vittük föl 3 méteres szakaszokban. Az utolsó csőnél történt az, hogy éreztem, hogy fáradt vagyok, szomjas vagyok, de hát mi az ember, még ezt az egyet meg kell oldani, és akkor történt a baj. És ide esett le a pont, ahol... Igen, erről a részre. Irsai Zoltán elájult, átbukott az állványzat korlátján, és körülbelül 10 méter magasból a templom kövére esett. A kollégám szaladt az előd után, hogy jöjjön, mert baleset történt. És akkor kijött, az ő mondása szerint mondom, letérdelt, imádkozott, és beszélt hozzám. Kérdezte, hogy hívnak, megmondtam a nevem. Kérdezte, hogy családos vagyok, mondtam igen. És az utolsó kérdése az volt, hogy elhiszed-e, hogy a Isten téged meg fog gyógyítani? És én azt mondtam, hogy igen. Az állványzat egy darabját meg is lehet nézni azon a kiállításon, ahol a gyülekezet tagjai személyes tárgyaikkal tesznek bizonyságot hitükről. Az első orvos, aki megjött, a mentős orvos, az egyből azt mondta, hogy ebből nem lesz ember. És akkor előd azt mondta, hogy az Isten házában ilyeneket nem mondjon. A presbiter homloka szilánkosra, kezei és térde pedig több helyen is tört. Ugye itt nincsen csont, itt csak a bőr van most. És azon gondolkodott, hogy a balesettel mit akar tanítani Isten? Gondolkoztam nagyon sokat rólam. Minden pillanat egy ajándék Istentől. Hogy élünk, hogy szuszogunk, hogy látunk, hogy a legalapvető dolgokat kéne észrevegyük, és úgy építkezünk fölfele, és akkor látjuk, hogy Isten velünk van. Hogy ismerkedtek meg? Én fogászaton dolgoztam, és ugye fogorvost keresett az előd, és akkor emlékszem, hogy így bekopogott, és nyitottam ajtót. Hát ilyen nagyon extravagánsan nézett ki, igaz, hogy 20 évvel történt, de hogy akkor is ilyen kalap volt a fején, toll a kalapba. Mindig így beszélgettünk, és akkor mindig kérdezte, hogy mikor végzek, meg megvárhat-e, meg hazakísérhet-e, és akkor egy ideig ellenálltam, de aztán egyszer csak mondtam, hogy jó, akkor hánykor végzek, jöjjön értem, és akkor haza kísérhet. Ekkor még mit sem sejtett Pintér Brigitta abból, hogy leendő férje hamarosan megkapja Istentől az elhívását, ő pedig lelkész feleség lesz. Összeházasodtunk, és akkor beiratkozott a teológiára, megszületett a kisfiam, és akkor tanulta az első évben a héber igéket, mint egy ilyen papagáj módszerrel, így ismételgettem mindig magába, és akkor már én is már megtanultam, hogy is van ez a héber. Közben ugye a csecsemő, az ott ordít, ő meg
megmondogatja. Mi volt a legnagyobb kihívás, amire nem számított? Hát, hogy sokszor talán az, hogy vannak olyan gyülekezeti alkalmak, vagy ugye az istentisztelet, ami adott. A nagyfiunk eltörte a kezét. Pont úgy volt a műtét, hogy vasárnap reggel 8-kor vitték be a műtétre. És én ugyan oda mentem, de mondjuk az apukája nem tudott ott lenni a műtétnél. Ott egy kicsit olyan magányosan éreztem magam, bár tudtam, hogy ez van, attól még nekem lelkileg egy kicsit nehéz volt. Sose mondta, hogy nem ilyen lovat akart? De. Ezt megmondom őszintén, hogy igen, biztos, hogy másnál is megfordul a fejébe, hogy nehéz, elfáradtam, stb. De hát aztán végül is így Istentől mindig kap egy olyan megerősítést, hogy meg egy segítséget, hogy hát csinálja tovább. Tulajdonképpen tényleg így bele nevelődtünk, bele szoktunk együtt, mert hogy ezt együtt csináltuk végig, ezt az egészet. A krízis helyzetek pedig egy gyülekezet életében sem elkerülhetőek. Ezek kezelésére, elemzésére és megoldására dolgozott ki egy átfogó rendszert Esztergáli Előd, amely minden gyülekezetnek segítségére válhat. A válságnak mindig vannak jelei. Nagyon segít ezeknek a jeleknek a felismerésében a diagnosztika. Tehát az, hogy a gyülekezet egészét, a látható és a láthatatlan rendszereket mindig aktuális formájában lássa a lelkész, a presbiter, és ez alapján mindig jó döntéseket tudjanak hozni. Mióta a bűn beszennyezte ezt a világot, válságok sorát éljük meg generációról generációra. Nincs olyan emberi élet, nincs olyan gyülekezet, egyháztest, amely elkerülhetné a válságot. Mert ez a bűnnel szennyezett világnak a következménye. A személyi válság is, meg a gyülekezeti válság is. Tehát számítanunk kell rá, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy ne féljünk tőle. Tehát tudjuk, hogy lesz, igen, de nekünk van egy szabadító Istenünk, aki a válságból kifog szabadítani előbb vagy utóbb. Válságban van most az egyház? Én úgy gondolom, hogy ha az egész egyházra gondolunk, akkor nem. Az, hogy rész egyház testek válságban vannak, vagy egyes emberek válsághelyzetbe kerülnek, az nyilvánvaló. De ez abból adódik, hogy elkerülhetetlen a válsághelyzet. Az egyház, a kereszténység az egyetlen olyan szervezet ezen a világon, amelyik legrégebb óta áll fenn, és ezért a legnagyobb válságkezelési tapasztalattal rendelkezik, és minden túlélt. És ezért bizakodóak lehetünk a jövőre nézve, hogy Isten továbbra is vigyázni fog ránk, és megőrzi az ő egyházát. Ugyanakkor felelősségünk van, mert a működtetését ránk bízta. És azért nem mindegy, hogy folyamatosan válsághelyzetet generálunk a rossz döntéseink, a hitetlenségünk, a tévegéseink miatt, vagy pedig próbálunk a tökéletesség útján járni, amit Jézus kér tőlünk, és jól végezni a dolgunkat az egyházban.